A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban elkalauzoljuk Önöket az asztrofotó világába, valamint megmutatjuk, hogyan zajlott a kutyakiállítás Hagárdon, és azt is, hogy mi mindenre érdemes odafigyelni egy-egy internetes vásárlásnál. Tartsanak velünk! Van-e földön túli élet? Hogyan lesz valakiből asztrofotográfus? Egyáltalán mi minden kell ehhez a nem mindennapi hobbihoz? Következő összeállításunk főszereplője Fényes Lóránd, akinek fotója a NASA-nál a napképe lett. A rendszer képes arra, hogy megvizsgálja az összes itteni képet, ahány ilyen részexpó van, és ahol van egy oda nem való dolog, ott egy csíp, például egy ilyen repülő vagy egy műhold átment előtte, azokat kiszedi, és a végén összesít. Fényes Lóránd az írisköd megörökítésének munkafolyamatát mutatja. Az asztrofotós csillagászati fényképét nemrég a nap fotójának választotta a NASA. Egy-egy ilyen kép elkészítése rendkívül időigényes, a legmodernebb eszközökkel is sok-sok órát vesz igénybe annak kiexponálása. Ebben az esetben 13,5 óra volt a folyamat. Maga a kép azonban évek alatt készült el. Gyakorlatilag én bárhol elérem a csillagdának az irányítását, tehát ez egy roppant kényelmes dolog. A mai korszerű technikákkal az égfotósok Lorenthoz hasonlóan saját eltolható tetős csillagvizsgálót építenek, amit bárhol, bármikor elérnek és vezérelnek. Itt például jól látszik, hogy a csillagtérképen kijelölhető a megfigyelendő pont, a távcső pedig arra fordul, ahová szeretnénk. Emellett a kamera is mozgatható. De hogy lesz valakiből asztrofotós? Nálam ez egy viszonylag régi történet, összeért a csillagászat iránti szeretet, vagy inkább azt mondom a kozmosz felé való, mondjuk így egyfajta rajongás, meg a fotográfiának a szeretete. Tehát én csináltam a klasszikus fotográfiát, természetfotót, és nagyon-nagyon vonzott az űr, és akkor kettő így megtalálta egymást. Beletanultam ennek a szakmai részébe, és ha ezt mondjuk a csillagászati részét mondhatjuk annak, és beletanultam a fotográfia, meg egyáltalán az eszközkezelésnek, és utána a képfeldolgozásnak is azoknak a trükkjeibe, meg titkaiba, aminélkül ezt nem lehet jól csinálni. A felszerelésnek egy nagyobb része, maga a távcső mindenképpen, egy tehetséggondozó alapítvány tulajdona, ez a Baj Zoltán alapítvány, akikkel együttműködöm most már 7 éve. Ezt én is nagyon nagy örömmel teszem, mert egy ilyen távcsőt amatőr szinten finanszírozni nem lehet. Nem is lesz itt örökre, mindenként ilyen, mindenként más eszközökkel dolgozom. Az asztrofotózás időigényes hobbi. Egy-egy kép elkészítése már az ég alatt is sok időbe telik, nem beszélve az utómunkáról. Meg kell érteni először is a csillagos eget. Tehát nem lehet szerintem asztrofotográfiáról beszélni addig, amíg valaki nem lesz amatőr csillagász, legalább egy picit. Tehát elindul, körbebarangolja az eget, megérti, hogy mi hol van, és eleve szerintem szükséges, hogy vonza is ez az egész, tehát hogy gyönyörködni tudjon magában a kozmoszban. Amikor azt mondom, hogy ebben és abban az évszakban, amikor éppen ugye mindig más látszik az égen, amikor témát választok, akkor ezek előre megtervezett dolgok, jó hosszú ideig kell tervezni, hát ugye nem kapkodós képek, egy kép elkészül egy-másfél hónap alatt jó esetben, tehát jó tervezést igényel, de ilyen esetekben azért elsősorban ezek alapján választok, hogy mi az, ami abban az időszakban olyan szépen, olyan gyönyörűen bemutatható, esetleg van valami egyedisége, éppen van valamilyen olyan speciális dolog, esetleg üstökös átmegy azon a területen, vagy egy olyan csillagködöt fotózhatunk le, ami most jobban megörökíthető, mint egy korábbi felszerelés, és akkor ezekben a vonalakban megyek tovább. Ez elsősorban természetfotográfia. A tudományos rész akkor fordul elő, hogyha közben történik valami felfedezés, vagy valami érdekesség. Lóránd legutóbbi nagy nyilvánosságot kapott képénél például egy professzionális csillagász figyelt fel egy olyan vándorcsillagra, ami egy korábbi NASA által készített képpel összehasonlítva láthatóan elmozdult. Ez pedig már tudományos szempontból is érdekes. Ez most már nekem a 10., ami megjelent itt az elmúlt 10-valahány évben náluk, de ez megint kapott egy ilyen megtisztelő figyelmet, és akkor most sokan látták, és sokan örültek neki, és így került el a szakmai fórumokra is, és a szakmai fórumokon vették észre rajta ezt a fajta nagy önálló sebességű mozgócsillagot. A valós színeket örökítettem meg, úgy, ahogy az kozmoszban sugárzik.
És én ezeket a képeket azért szeretem nagyon, mert van egyfajta ilyen természetes hangulatuk is. Ugye az asztrofotográfiában az olyan nehéz, hogy eleve olyan témákat örökítünk meg, amik így földi szemmel olyan megragadhatatlanok. Tehát úgy méretükben, távolságukban nem emberi. Szemnél szebb kutyusokkal találkozhatott az, aki ellátogatott a Velencei Tó parkjára szeptember első hétvégéjén. A Nemzetközi CAC kutyakiállításon közel 2000 kutyus versengett a legjobbnak járó címért. Ismét kutyákkal telt meg a Velencei Tó partja. A MEOS Székesfehérvári önálló jogú szervezete negyedik szezonját kezdte meg a CAC nemzeti kutyakiállítással. A kétnapos rendezvényen többek között tibeti terrierek, pásztorkutyák, schnauzerek és boxerek versengtek a legjobbnak járó címért. A Gárdon most már a negyedik szezonunkat rendezzük. Előtte Székesfehérváron, Szántóttpusztán, Velencén, az evezős pályán csináltuk a kiállításainkat. Meg Székesfehérváron a Bregyóközi kempingbe. Keller Jánostól megtudtuk azt is, hogyan néz ki egy-egy ilyen nap. 15 körben, fajtánként, nemenként, korcsoportonként bírják le az összes fajtát. És az azért jó, mert szombatén is egy különálló kiállítás, akkor is megvan az összes fajta, és vasárnap is, csak más-más bírókkal. A szervezők célja az, hogy a fiatalabb nemzedéket már gyermekkortól kezdődően bevonják a kutyázásba, és ezáltal megismertessék a gyerekekkel a felelős állatszeretetet és állattartást. A négylábúakat szakmai zsűri értékelte különféle szempontok alapján. Figyelték egyebek mellett a mozgást, az izomzatot, a bundát és a testfelépítést is. Minden fajtának van egy standardja, egy fajta leírása, hogy mi a kívánatos típus, különböző testálya, karakter, stb. Ezt hasonlítja össze a bíró az adott egyeddel, és aztán az összevetések során egymással. Az értékelésnél sok függ a külső tényezőktől is. Az én ringemben nagyon szép kutyák voltak, dacára annak, hogy nagyon nagy hőség van, sok hosszú szőrű kutya is még meglehetősen jó állapotban érkezett. Hát természetesen az időjárás az befolyásoló tényező, ami a kutyáknak a karakterét, mozgását illeti. A versenyvezető bírója elárulta, hogyan kellene kinéznie a tökéletes felkészítésnek. A lényeg az, hogy ápolt kell legyen a szőrzet, független attól, hogy a szőr struktúra milyen, illetve hogy milyen hosszúságú szőr, vagy mit kíván meg a standard. Tehát attól, hogy egy kutyának hosszú a szőre, az még egyáltalán nem biztos, hogy az egyébként kívánalmak szerint rendben van. Harsányi Péter hozzátette, ha bár a versenyre való felkészítés olykor több napot is igénybe vehet, gazdinak és házi kedvencnek is egyaránt kikapcsolódás, hiszen így több időt tölthetnek egymás és barátaik társaságában. De hogy ez valóban így legyen, fontos, hogy a kiképzést minél fiatalabb korban kezdjük el a négylábúaknál. Könnyen áldozatai lehetünk egy-egy internetes csalásnak, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek. Hogy hogyan lehet mindezt kivédeni, arra kaphatnak most választ nézőink a következő összeállításból. A mai modern világban bárki könnyen áldozatul eshet egy-egy internetes csalásnak, átverésnek. Még a legkörültekintőbbekkel is előfordulhat, hogy bedőlnek a csalóknak. A leggyakrabban internetes vásárlásoknál, népszerű weboldalaknál keresik meg a vevőket, komoly vásárlási szándékot mutatva. Azt szoktuk mondani, hogy leginkább a tapasztalat és az egészséges gyanakvás, ami segít abban, hogy kiszűrjük a csalásoknak a lehetőségét. A rettentően sok megtévesztő taktikát, praktikát próbálnak kihasználni. Gombaszögi Attila azt mondja, a legkönnyebben akkor kerülhetjük el a lopást, ha a készpénzes fizetést választjuk bankkártya helyett. Alapszituációban mindig a fizetés szokott lenni a kardinális kérdés, tehát amikor a terméket meghirdetjük, nyilván ennek a terméknek az árát ki kell valahogy fizetnie a vevőnek. Ezeknél a fizetési megoldásnál szokott a legtöbb trükk jelentkezni. Jellemzően azt szokták erőltetni, hogy ne bankkártyán keresztül fizessük ki, és ne is banki utalással, hanem általában a vevő próbál meg valamilyen fajta olyan e-mailt, kapcsolatfelvételt vagy linket küldeni az eladó számára, hogy neki kell kezdeményezni valamilyen fajta interakciót. Azt kell látnunk ilyenkor, hogy ezek azok a gyanús opciók, amiket nem szabad elfogadnunk, tehát e-mailben küldött fizetési felkérést, vagy e-mailben küldött telepítési felkérést, hogy telepítsünk egy programot, amin keresztül majd jóvá hagyjuk a fizetést, ezeket nem szabad elfogadnunk. Ezek mindig gyanúra adnak okot. A szakember hozzátette, az e-mailünkre érkezett linkeknél legyünk gyanakvóak.
ne kattintsunk meg gondolatlanul, hiszen akár a netbankunkhoz is hozzáférést adhatunk, legrosszabb esetben akár az egész telefonunk is nyomon követhetővé válik. A legtöbb apróirítési portál saját felületén keresztül ad lehetőséget arra, hogy ügyfél és az eladó kommunikáljon egymással. Tehát nincs szükség direktbe arra, hogy akár e-mailben, akár SMS-ben kommunikáljon az eladó és a vevő, hiszen az hirdetési portálnak van egy saját felülete erre, amit moderálnak, amit ellenőriznek, és ott nincs lehetőség különböző linkeknek a megosztására. Tehát ha a vevőt megkeresik, az eladót megkeresik azzal, hogy bármilyen fajta üzenetet küldenek az ő számára, ami mondjuk az apróirítési portálon kívül van, az már alapvetően gyanús. Hogyha ott egy olyan linkre kell kattintanom benne, ami megnyitja mondjuk a saját netbankomnak az oldalát, az alapvetően ordító felkiáltó hiba, nem szabad rá kattintani. Manapság egyre több fajtája létezik a csalásnak, és a technika fejlődésével ezek száma akár megsokszorozódhat. A Fejér megyében a gazdaságvédelmi osztály az, amelyik foglalkozik ezen bűncselekményeknek a nyomozásával, illetve a helyi rendőrkapitányságok hasonló tárgyú nyomozásait szakirányítja és fogja össze. Legjellemzőbbek mostanában az úgynevezett enideszkes csalások, ez az egyik fajtája az online térben elkövetett csalásoknak. Az enideszkes csalásoknak az a jellemzője, hogy a sértetteket leggyakrabban pénzintézetek nevében hívják fel a csalók, és valamilyen olyan hivatkozással, hogy utalások, jogosulatlan utalásokat észleltek, jogosulatlan utalások kezdeményezését észlelték a sértettek számlájáról, megpróbálják őket rávenni arra, hogy szakítsák meg ezt a folyamatot. És ezt oly módon próbálják megtenni, hogy küldenek nekik egy linket, hogy egy enideszkes alkalmazást töltsenek le a telefonukra. Az enideszkes alkalmazás pedig arra való, hogy az eszközhöz távoli hozzáférést biztosítson. Tehát lényegében tükrözik a sértettek mobileszközét, vagy online adattovábbításra alkalmas eszközét, és innentől kezdve a bankkártya adatokhoz, egyéb adatokhoz, a számítógépen tárolt adatokhoz hozzáférhetnek, és jogosulatlan tranzakciókat kezdeményezhetnek róla, ezáltal a sértetteknek kárt okozva. A másik fajtája ezen bűncselekményeknek a különböző csomagküldő szolgálatoknak a nevében elkövetett csalások. Ezeket mi a terminológiánkban foxpostos csalásoknak szoktuk nevezni, nem azért, mert a foxpost szolgáltatással bármi probléma lenne, hanem azért, mert leginkább ezen szolgáltatás nevével élnek vissza legtöbbször a csalók. Itt pedig az történik, hogy azon személyeket találják meg az elkövetők, akik különböző internetes kereskedelmi oldalakon, tehát akár hogyha lehet mondani, jófogáson, marketplace-en, ezeken hirdetnek különböző termékeket, majd jelentkeznek vevőként, és olyan legendával, hogy megvásárolták ezt a terméket, sőt az utalás már folyamatban is van, és ezt engedélyezni kellene a sértetnek, küldenek egy foxpostos linket, amire rákattintva a pénz átutalását jóvá hagyhatják. Ez azonban egy adathalász oldalra vezeti őket, ahol ki tudják választani azt, hogy melyik pénzintézetnél bankolnak, arra azon tovább kattintva szintén egy a pénzintézet az hasonló felülethez jutnak, és ott ugye megadják a tranzakcióhoz szükséges adataikat, belépnek a saját felületükre, és nyilvánvalóan meg fogják adni a különböző azonosítókat, kódokat, amelyek a tranzakcióhoz szükségesek, ezeket az elkövetők látják, és onnantól kezdve a számláikat úgy használják, mint hogyha a sajátjuk lenne. A harmadik ilyen hasonló egy streaming szolgáltató nevével élnek vissza, ezt szintén a bűnügyes terminológiában Netflixes csalásoknak szoktuk nevezni, szintén nem azért, mert a Netflixnek bármiféle probléma adódna ezzel a szolgáltatással, hanem azért, mert ez az egyik leggyakoribb streaming szolgáltató, és megbízhatóan működik, éppen ezért élnek vissza ezzel a szolgáltatással. Ez pedig úgy történik, hogy az ügyfél kap egy hivatalosnak tűnő értesítést, hogy elmaradása van a szolgáltatási díjjal, és hogyha ezt nem fizeti be, akkor a szolgáltatást korlátozni fogják. Na most egy linket szintén mellékelnek hozzá, amin ugye látható, hogy nem Netflixes adománynál rendelkezik, hanem egy teljesen más előfizetés elmaradásra hivatkozó linkre kattintanak rá, amely szintén adathalász oldalra navigálja őket, ahol ugyanúgy hozzáférnek az ő online bankkártya adataikhoz, mint hogyha a saját adataik lennének. Ugyanúgy természetesen innentől kezdve viszont már a sértettek kára az nehezen elkerülhető.
És egyébként arról mi a tapasztalat, hogy mennyire lehet ezeket a csalókat nyomon követni, utolérni, miután megtörtént a baj? Nagyon fontos a gyorsaság. Tehát, hogyha nyilvánvalóan a pénz útját lehet elsősorban nyomon követni, hogy hová utalódnak a pénzek. Hogyha a rendőrség megfelelő időben tud reagálni, ha megfelelő időben érkeznek a bejelentések a sértettek részéről, ha megfelelő adatmentéseket végeznek ezekről a folyamatokról, és ezeket az adatokat nyomon tudjuk követni, akkor jó eséllyel meg lehet fogni az elkövetőket, és a kicsalt pénz útját is nyomon követve, akár azokat vissza is tudjuk szerezni. Itt az időtényező nagyon lényeges. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, a banki adatainkat semmilyen körülmények között ne adjuk meg az oldalon. Mindenki a saját biztonságára odafigyel, és a saját adatait megőrzi saját magának, akkor nem kerülhet igazándiból nagy bajba. Mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehetőség szerint, hogyha egy online térben történő rendelést szeretnénk kezdeményezni, akkor elsősorban a magyar webhelyeket keressük, ezeket az áruházakat, onnan rendeljünk. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy lehetőség szerint előre ne utaljunk. Abban az esetben, hogyha kiszemelt árucikkhez hozzá szeretnénk jutni, körültekintően járjunk el. Olyan adatokat soha senkinek ne adjunk meg, ami ténylegesen akár a bankkártyánkra, a PIN-kódunkra vonatkozik. Abban az esetben, hogyha felkeres minket valamilyen bank, és velünk szeretne egyeztetni adatokat, gyanúsnak kell lenni, hiszen a bankok telefonon keresztül nem keresik meg az ügyfeleiket. Ezt általában úgy kezdeményezik, hogy egy időpontra behívják őket. Legyen gyanús az is, hogyha olyan jellegű tranzakciókra kérdeznek rá, és magukat mondjuk egy banknak adják ki, egy olyan szakembernek, legyen gyanús az, hogy szintén a bankok ezeket az adatokat nem fogják bekérni, főleg így telefonon keresztül nem. Próbálják ugye az elkövetők azt a módszert is követni, hogy igyekeznek magukat ténylegesen egy olyan személynek kiadni, hogy elhihető legyen az, hogy bizony elhiggye az elkövető által a maga az áldozat, hogy bizony különböző tranzakciókat ő elindított, és próbálja meg ezeket leállítani, vagy az adatait egyeztesse. Ezt semmiképpen ne tegyük, tehát legyen ez már gyanús. Ne próbáljanak minket elvinni más oldalakra, hogy ide kell kattintani, ezt az adatot töltsük le, vagy menjünk fel és töltsünk le egy appot, vagy töltsünk le egy szolgáltatást a saját telefonunkra, és majd ezt követően leszünk nagyobb biztonságban. Tehát ilyenre soha nem kér egyetlen egy bank sem, egyetlen egy szolgáltató sem. Abban az esetben, hogy ténylegesen gyanús lesz nekünk, és sajnálatos módon valamit eszközöltünk, valamilyen információt, kiadását, azonnal próbáljunk segítséget kérni, illetve tájékoztatni mondjuk ebben az esetben a bankunkat, vagy a szolgáltatót, ahol mi ügyfelek vagyunk, és ténylegesen kérdezzünk rá, menjünk be, és mondjuk el, hogy mi történt. Abban az esetben pedig, ha áldozattá váltunk, akkor és azt tapasztaljuk, hogy valószínűleg bűncselekmény áldozattává váltunk, akkor pedig a rendőrséget kell értesíteni, és tegyünk feljelentést. Ha pedig megtörtént a baj, fontos, hogy azonnal jelezzük a saját pénzintézetünk és a rendőrség felé, akik elindítják a nyomozást, és így jó esetben minél hamarabb hozzájuthatunk a pénzünkhöz. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.